Tarka barka rokolyámnak elszakadt a ránca. Rengesd, uram, a gyermeket, hadd menjek a táncba. Szombaton a fesztivál leglátványosabb részeként viseletben énekelve vonult fel a bukovinai találkozásokon idén résztvevő 27 hagyományőrző egyesület. Útközben többször is megálltak és tánccal szórakoztatták a nézőket. A felvonulók hónapokon át készültek a bonyhádi fellépésre, hogy minden rendben legyen. Nagyon jól érezzük magunkat, igazából mi már régóta járunk, hát biztos, hogy egy 15 éve. Na most egy 5 éve kimaradtunk, úgyhogy akkor most megint jó itt együtt lenni. A Nemzetközi Folkról Fesztivál felvonulásán idén többen az ország határain túlról érkeztek Bonyhádra. A külhoni csoportok is jöttek, a külföldi csoportok is, az Aldunáról jött 3 csoport, illetve a Erdélyi részről jött 4 csoport, és hát ugye a lengyelek meg a román csoport jött két csoporttal. A látványos felvonulást követően a bonyhádi kaszinókertben folytatódtak a programok. A színpadon egymást váltották a tánccal, zenével és énekkel bemutatkozó egyesületek. A bukovinai találkozásokat több mint 30 évvel ezelőtt szervezték meg először. A Nemzetközi Folklór Fesztivál legfontosabb helyszíne már a kezdetek óta a Bonyhád volt. A város polgármestere azt mondja, büszkeséggel tölti el, hogy a település ad otthont évről évre a Kárpát-medence egyik legrangosabb hagyományőrző program sorozatának. Ezeket a hagyományokat minél több emberi élő kapcsolat kössető össze és vigye tovább. És a járvány pont ezt vette el tőlünk, ettől fosztotta meg mindazokat, akiknek ez fontos, és ezért örülök szívből annak, hogy idén, ezen a hétvégén Bonyhádon is megrendezésre kerülhetett a fesztivál. Vasárnap a fesztivál zárásaként a külhoni és külföldi hagyományőrzőket egy-egy völgységi településen látták vendégül. A Kitekintés nevű program sorozat részeként a csoportok saját kulturális kincseiket mutatták be a Tolna megyei településeknek. A program pedig közös ebéddel és vacsorával ért véget.